Jó napot kívánok, én dr. Kovács Jurre vagyok, a Kirko Szoba Egyetem vezetője. Nálunk parapszichológus képzés folyik. Most a halálkódjáról szeretnék önöknek beszélni, a mágiában. A mágiát nagyon sokan eltúlozzák. Olyan értelemben, hogy valamilyen misztikus felhangot adnak neki, félnek tőle, miközben minden ember foglalkozik mágiával. Ön is. Ugyanis mágiának nevezzük azt a fajta ráhatást, amikor úgy hatunk a másik emberre, hogy nem veszünk igénybe fizikai eszközt hozzá. Tehát, hogyha szavainkkal hatunk, a tekintetünkkel hatunk, stb. Bármi mással, ez is mind mágia. A mágiában van olyan, hogy a halál kódja. Ezt sokféleképpen értelmezik, sokféleképpen használják. Nézzük csak a legegyszerűbbet. Mi a halálkódja? A halálkódja az az, amikor bemagyarázzák valakinek, hogy nem érdemes élni, és az illető ezt elhiszi. Ez a halálkódja. Ilyenkor az ember nem látja értelmét az életnek, befelé fordul, bezárkózik, depressziós lesz, pánikos lesz és meghal. Vagy ő maga gondolja úgy, hogy nincsen értelme az életének. És akkor megint bezárkózik, depressziós lesz, vagy pánikos lesz, és meghal. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, mert akkor a többit gyorsabban meglátják, viszontlátásra.